Viszont nem ez történt, tehát a 2002-ben nem ez történt, méghozzá azért nem, mert az amerikaiak minden ellenkező irányzatosra szemben nem ideológia alapon néznek ilyen dolgokra, ők politikai alapon, érdekek alapján, lehet, hogy ezzel most sok tollat fölborzolok, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen az Orbán kormány túl sok olyan gesztust és kezdeményezést tett, státusztörvénytől kezdve, itt a nagykövettel való. A nagykövettel való szembenállás azért volt kelmetlen, mert a nagykövet asszony a Bushék személyes jó barátja volt. Tehát ő fölvette a telefonkajlót, és nem a titkárnővel George Bush-sal beszélt, és megmutatta, hogy a magyar miniszterelnök fricska mutat neki, és az amerikaiak ezt nem szeretik. Tehát megint csak egy ilyen Gripen effektus. Nem nagyon szeretik, hogyha más kisebb ország azért nagyon túl sokszor fricskázza meg az orrukat, vagy mutatja ki az ellen érzéseit. Ezen kívül a később a Fidesz még egy politikai hibát vétett, amikor arról volt szó, hogy Irakban a magyar kontingensnek az ott tartózkodását 3 hónappal meghosszabbítják, a Fidesz ezt megvétózta. És azt az amerikák megint csak szóvá tették, hogy hát ezt nem várták volna, mert hát hogyha már ott vannak, és ezek nem voltak harci alakulatok, magyar teherautósofőrök voltak gyakorlatilag ott. Ez megint csak gesztus. Tehát a gesztus politika nagyon sokat számít, és ebbe a Fidesz nem volt jó. A Fidesz nem volt jó, és nem jó még mindig a kommunikációban, és hozzá kell tenni azt, hogy az elég nagy az ellenszele. Tehát amíg Tom Lantos ért, addig is volt ellenszél, de általában akik bejártosak az amerikai politikai körökbe, azok inkább mondjuk szabaddemokrata kötődésűek voltak, és ennek megfelelően hát úgy interpretáltak dolgokat, amiket nagyon nehezen lehetett kivédeni. És ezen kívül aztán ez a csurka féle dolog kétszer, az, hogy például most a Newsweekben megjelent egy cikk, ami tele van kömmentárgyi tévedéssel, de nem amerikai érte, de hát amerikai újságban jelent meg Dennis McShane tollából. 3 esetben említi a magyarokat, minden 3 esetben rosszul, de minden 3-szor rákenni az antiszemitizmust a Fideszre. Idézi Molnár Oszkárt, ami rendben van, hogy idézi, az idézet rendben van, csak elfelejti hozzátenni Molnár Oszkárt, utána kitették a Fideszből, és a Fidesz jelölt ellen indult a képviselőválasztáson. Utána 2 olyan idézetet hoz, aminek semmi attribútuma nincs, tehát hogy ki mondta azt, de mind a 2 az, hogy a Fidesz olyan platformon futott, hogy a zsidó tőkét ki kell szólítani Magyarország meg ilyeneket. Ez senki nem mondta. Tehát, hogyha valaki mondta, akkor oda kellene írni, hogy ezt mondta XYZ. Tehát még mindig vannak ezek az érvek. Nagyon-nagyon érzékenyek az ilyen kérdésekre. Hogyha most még lehet valamit mondani, Lantos intézetet akart létrehozni, vagy akarnak létrehozni, ezt már létrehozták volna, ha Orbán Viktor nem így levelet a Lantos családnak, hogy most egyelem tartsat ideálisnak az időpontot a választások között, majd választások után létre fogják hozni. Most ugye ez megint egy olyan kérdés, hogy ezt lehet megcsűrni, csavarni. A szenátusban és a képviselőházban az amerikai politikát belantosan mindenki hallott, nagyon sokan, de mások keveset. Nem tudják az egész történetnek a hátterét, hogy itt ez tulajdonképpen eredetileg úgy indult, hogy hát nem akarom ott a részleteket elmondani, de hát egy ilyen kifizető hely lett volna belőle elhelyezni embereket arra az időre, amikor szükség van elhelyezni embereket különböző helyekre. Gigantikus összeggel, évi 300 millió forintos költségvetéssel, amikor egy külügyi intézet meg ezek 150 milliós költségvetéssel működnek, sőt egyszerre akartak 10 évre 3 milliárdot
az országgyűlés elfogadtatni. Tehát abban a helyzetben, amikor minden fillért megfogtak és megmondták a nyugdíj, 13. havi nyugdíjat és minden egyebet, akkor akartak egy 3 milliárdos költségvetési tételt a Lantos Intézetnek létrehozni. Szóval ennek elég bonyolult a történet, de ugye úgy is lehet ezt magyarázni, hogy hát már megint itt keresbe tettek egy amerikai kezdeményezésnek. És a mostani nagykövet viszont elment a Orbán Viktorhoz, elment a Fidesz gyűlésére, illetve hát a választás napi estéjére, és másnap már egy nagyon csúnya cikk jelent meg az Amerikai Magyar Népszavában, a Bartus László tollából, hogy az amerikai nagykövet hát behódolt Orbán Viktornak, és hát hogy képzeli ezt, hogy hát micsoda egy viselkedés, ez nem tartja a távolságot, egyéb távolságot a politikai pártoktól, amit nem olvastam mondjuk Nancy Goodman Blinken idejében, vagy mondjuk a Donald Blinken idejében, tehát nem Blinken és Blinker, két külön garnitúra. Tehát szóval a kettős mérce érvényes, és nagyon nehéz az ellen fölépni, de hát ez van. Ez diplomáciai feladat, igen, tehát egy megfelelő kommunikációs stratégia kellene, ami úgy látszik, még nem ismerték föl, hogy első támogató, és minden nagyvárosba kimérten verseny folyik azért, hogy valaki bekerüljön valahova, és ott az újságírókat Turigából jobban tudja, mint én, etetni, ittatni kell, meghívni, dúzsolni, fülük be ezt, aztán, és akkor hát előbb-utóbb hát esetleg azt írják, amit én mondok, és nem azt, amit más mond, vagy azt is írja, amit én mondok. Tehát, ezt a Kádár rendszer remekül csinál. Igen. Főleg a New York Times újságírója. Igen. Ez és igen, és ki kell alakítani ezeket a kapcsolatrendszereket, amik nem alakultak ki. Tehát az amerikaiak mindig azt mondják, őket nem érdekli, hogy jobb vagy baloldal, vagy minden, őket az érdekli, hogy antiszemitizmus, cigánykérdés, Jobbik, most ez a három téma fut, és kész. Tehát őket más nem olyan izgatja itt, hogy ezek valahogy kezelve legyenek, és szomszédokkal ne legyen nagyon nagy veszekedés, mert különben kellemetlenség lesz belőle. Érdekes módon most az amerikai nagykövetségről megy vissza Amerikába az egyik beosztott diplomata, és ő lesz az amerikai szlovák közös referens a State Departmentben. Igen, tehát egy kicsit olyan lesz, ugye, mint ez a karinti féle dolog, hogy álmomban két cica volt, és egymással játszottam, úgyhogy amerikai szlovák, mondjuk a nyelvtörvény ügyében most mit fog csinálni, vagy milyen jelentéseket fog letenni az asztalra.